Hogy mi lesz idén a karácsonyi menü, illetve hogy mi lesz idén karácsonykor az asztalom, azt természetesen az anyukák fogják otthon kitalálni, de hát Csiki Sándor ebben tulajdonképpen nekünk most jó ötleteket tud adni. Hát mi idén a trend? Idő a trend az pontosan az, mint ami eddig is volt, a hagyomány a trend valójában. Halászlé, töltött káposzta, kész. Igen, hát nem azért, jó, valószínűleg, szépen, valószínűleg ennél azért jóval több, és ugye közben pedig azért ez a december nem arról szól, hogy már december közepén, vagy akár ma az óriási nagy karácsony hangotlen, ennél is vagyok hálás a tévének, mert hogy itt, ebben a hűvösben már az ember ráhangolódik a karácsonyra. Valóban. Meg a kajálásra. A karácsony az a tradíciót jellemzik nagyon-nagyon régóta. Ugye a kezdeti időben valaki elesett, a kezdeti időkben mi jellemez? Amihez hozzáférhettek az emberek, ami olyan étel volt, alapanyag is, a füstölt húsak, hiszen András napon kezdődtek a disznóvágások, igaz? Tehát azok a disznóságok, ezek különböző jól állnak a karácsonyhoz. A hal az pedig természetesen, hiszen Jézus jelképe az a hal, ezért aztán nagyon régtől fogva ez így működött, meg az előtte levő bőti időszakban is roppantul megszerették. Ami változtatni lehetne talán a halügyben az, hogy ezt a nagy mennyiség fogyasztott halat, a pontyot, hogyha egy icipicit talán eltávolodnánk, a világnak kevés része van, ahol szeretik a pontyot, Kínába szeretik, nálunk nagyon-nagyon népszerű, hiszen jól tenyészhető, de azért vannak jobb halak is, meg más halak is, amivel érdemes operálni, plusz ilyenkor a nagyáruházakban sokfelé lehet hal, csontot és egyebet kapni, tehát nem feltétlenül kell nekünk itt mindenféle halakból készíteni a halászné alaplevét, pár száz forintért, halcsontért, és akkor inkább vegyünk valamiféle, egy picivel drágább, vagy és szebb, kevésbé szálkás halfilét, és főzzük bele abba. Hát ilyenkor, karácsonykor miért ne? És ezen kívül mindig. Tulajdonképpen, igen, ezen kívül tulajdonképpen, mármint a halon kívül, melyek azok a húsfélék, amik ilyenkor azért sokkal jobban fogynak? Hát ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden van. Ugye angol száz hagyománya 19. századtól kezdődően, és ugye most már kezd beépülni a hazai hagyományainkba és tradícióinkba a pulyka. Ugye ez volt a legnépszerűbb madár, ami az Újvilágból érkezett, pillanatokon belül meghódította Európát, és nagyon is szerették. A baromfia, tehát a csirke az mindig, a liba az a nagy zsíros liba, amiben még ráadásul jósoltak is, hiszen hogy milyen színű volt a csontja, ebből abból olyan következtéseket vontak le, hogy most férhez megy a leány, vagy nem megy férhez, hogy éppenséggel milyen lesz a tél, meg milyen lesz az időjárás. A liba tehát ez egy nagyon nagy klasszikus. Érdemes akár ilyen kis alkatrészeibe megsütni. Libacomb, liba, mert nem olcsó. Kétségtelenül nem olcsó, de hát azért a karácsony egyáltalán nem arról szól, hogy nagyon spórolnánk. Ilyenkor azért jóval többet költünk élelmiszerre is, és jóval inkább hajlandók vagyunk extra élelmiszereket, extrább áron megvásárolni. Na most ugye említetted, hogy tulajdonképpen a szokás várható a szokás idén is. Na most ugye a szokásos ételek azok a halászlé, töltött káposzta. Igen, hát még igen. Ezért ilyeneket mondani. Vagy mik ezek még? Hát ugye a következő van, és akkor még a süteményeknek egy... Igen, a bejgé. Na de várjál, most a gyorsan... A bejgél, ugye, amit mindenki mindenfélének gondol. Gyorsan, várjál, hadd kérdezzem meg a kérdést, amit szeretnék. Szóval ezeknél a készítése során mire kell odafigyelni? Így a halászlét már elmondtad. Na most ott van például a töltött káposzta, lényegében megbeszéltük a halászlevet. Igen. A töltött káposzta, vagy akár a bejgé, ezeknek a készítése során mire érdemes odafigyelni? Természetesen azon kívül, hogy minőségi alap anyagot vásároljon. Igen, hát ugye ez a mantra, ez mindig él. A töltött káposztán van egy tanács példa. A töltött káposztát nehogy már karácsonykor álljon neki a háziasszony elkészíteni, hiszen azt már akár egy héttel korábban is elkészítheti, jól fagyasztható, jó, ismerik a mondást, a töltött káposzta felmelegítve, jó, tehát például ez egy tanács vele kapcsolatban, de, és még egy, töltött káposzta is, nyilván vannak a jól bevált receptek, de nagyon sokféle készülhet. Tehát erre például Magyarországon már közismert ez a szabolcsi változat, ami egy paradicsomos fajta, ilyen létezik egyébként Kínában is. Aztán vannak ezek a máléval, kukoricával készített változatok, érdemes megpróbálni a rizs helyett mással operálni. Tehát ott sokféleképpen lehet készíteni, az a lényege, tehát a tanács annyi, ha már nem káposzta. Nem is rizsen jó készíteni, hanem... Na, mondjad! Mi az? Hogy hívják?
árpa? Ugye árpa, azt nem az, hogy hívják? Igen, van gersli is egyébként. Gersli, na hát mi azzal szoktuk csinálni? Hát rizssel tök rossz, hát szétdobja a gombócot. Hát gerslivel kell. Na, gerslivel kell otthon csinálni a töltőkáposztát. Például aki eddig káliz rizssel készítette gerslivel, aki meg gerslivel rizssel, és milyen nagy egység lesz itt a karácsonyi ételek ügyében. Jó kis borsika főadagot érdemes beletenni, mert nagyszerű, kiváló zöldfűszereket. Ne felejtsük el, a borsika egyébként egy különleges gyombor, tehát egy különleges ízt ad a dologoknak. Igen, szeretjük. Valóban ez megint a keleti ország részre inkább jellemző fűszerezés, hogyha már, meg hát természetesen Erdélyre, ahol ezt nagyon szeretjük. Most ami a süteményeket illeti, ott is a régi hagyomány az az volt, emlékszem, hogy ilyen már hetekkel, vagy legalábbis egy-két héttel korábban elkezdtek az asszonyok apró süteményeket készíteni. Félretették a disznóölésből, disznóvágásból a hájat, és abból remek hájas süteményt készítettek. Ugye? Amit akár szilvalekvárral töltöttek, akkor a kis, ugye a vaníliás kiflik, hát ez ma is nagy divat, ezeket is lehet ne karácsony napján. A karácsony napja szóljon arról, hogy pihenünk, hogy szeretjük egymást, hogy lazulunk, nem pedig arról, hogy a háziasztal fel kell hajnali hatkor, és mit este hétig főz, majd utána meg éjfélig mosogat. Ne ez legyen. Legyen megtervezve. Legyen meghitt a karácsony. És egyébként, ugye itt nagyjából két ételt emlegettél itt három alkalommal a rövid beszélgetés során. Ehhez hozzátettük még a süteményeket, amik sokfélék lehetnek persze, de azért napjainkat már jóval sokat utazunk, utazásai során sokféle ételt ismerünk meg, és ez azt is jelenti, hogy kezdenek beépülni olyan ételek is már a karácsonyi étrendünkben, a hagyományos ételeken túl, amelyek egyfajta kitekintést, egyfajta nyitottságot, egyfajta fúziót is jelentenek, és ilyen szempontból tovább gazdagítják a karácsonyi menünket. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen!